Ebben a videóban egy példát nézünk meg az ioncsere számítási feladathoz. Adott két ioncserélő oszlop, az egyikben anion, míg a másikban kationcserélő cserélő gyantát helyeztünk el. D-vel jelöljük az oszlopok átmérőjét, H-val a bennük tárolt töltett magasságát, C-vel a gyanta ekvivalens fajlagos kapacitását, vagyis azt, hogy egy köbdeciméter gyanta Hány mol anion, illetve kation megkötésére képes. Továbbá adottak a rendelkezésre álló regeneráló oldatok adatai is. Első lépésben számítsuk ki a töltésegyenértéket, vagyis azt, hogy a rendelkezésre álló gyanta mennyi ion megkötésére képes. Ehhez ismernünk kell az ioncserélő gyanták térfogatát. Mivel ezek egy D átmérőjű hengeres testbe vannak töltve, adott H magasságig, így a következő képlet alapján számolhatjuk ki a térfogatot. A véve jelölt térfogat egyenlő az átmérő négyzete, szorozva P-vel, szorozva a töltet magasságával, majd osztva négyjel. Ez felírható úgy is, hogy pi-szer a henger sugarának négyzete, szorozva a töltet magasságával. Az anion cserélő gyanta térfogata így píszer, 0,8 deciméter a négyzeten szor 6,5 deciméter, azaz 13,7 század köbdeciméter, míg a kation cserélő gyanta térfogata ugyanezt a képletet alkalmazva 9,5 század köbdeciméternek adódik. A töltet t jelölt egyenérték kapacitását a térfogat és a fajlagos kapacitás szorzataként kapjuk meg. Ezzel a képlettel számolva adódik, hogy az anion cserélő gyanta 16,991 ezred mol anion, míg a kation cserélő gyanta 18,1 mol kation megkötéséhez elegendő. Az így megkapott értékek közül a kisebbel számolunk tovább, mert a két oszlop összesen ennyit képes egyszerre anionból és kationból is kicserélni. Számítsuk ki az anion cserélő regenerálásának vegyszerigényét, ehhez adjuk meg az anion csere és a regenerálás reakció egyenleteit. Az egyenletekben a G a gyanta anyagát jelenti, az OH a hidroxidion, az A- a folyadékban lévő anion, az NaOH, a regeneráláshoz szükséges nátriumhidroxidot jelöli. Elsőként számoljuk ki, hogy hány kilogramm nátriumhidroxidra van szükségünk az anion cserélő gyanta regenerálásához. A reakció egyenlet szerint egy mol aniont egy mol nátriumhidroxid képes regenerálni, vagyis a kiszámolt 16,991 mol anion regenerálásához ugyanennyi nátriumhidroxidra van szükség. Ennek tömegét úgy számoljuk ki, hogy a nátriumhidroxid moláris tömegét szorozzuk a szükséges anyagmennyiséggel. Eredményül pedig körülbelül 6800 kg-ot kapunk. Ahhoz, hogy a teljes regenerálás nagyobb valószínűséggel végbe menjen, 40%-ot hozzáadunk a kiszámolt értékhez, vagyis a fent kapott mennyiségnek vesszük a 140%-át. Így a végső értékünk 9515 tízezred kg lesz. A következő lépésben számítsuk ki a regeneráláshoz szükséges 5%-os nátriumhidroxid oldattérfogatát. térfogatát. Ehhez először a fent kiszámolt értéket osszuk el 0,05 századdal, majd az így kapott tömeget osszuk el az 5 os nátriumhidroxid oldat sűrűségével. Végeredményül 18,6 század kapunk. Most pedig határozzuk meg az 5%-os oldat elkészítéséhez szükséges 99,5%-os nátriumhidroxid tömegét. Ekkor a 40% ráhagyással számolt 100% tisztaságú nátriumhidroxid tömegét osztjuk 0,995 ezreddel, végeredményül 9563 tízezred kilogrammot kapunk. Most térjünk át a kation cserélő regenerálásához szükséges vegyszergény kiszámítására. Ehhez a kation és a regenerálás egyenletei a következők. Ahol G ismét a gyanta anyaga, H a hidrogénion, K plusz a kation, KCl- plusz Cl kationklorid, HCl pedig a regeneráláshoz szükséges hidrogénklorid. Az első kérdés, Hány kilogramm hidrogénkloridra van szükség a gyanta regenerálásához? A fenti egyenletek alapján 1 egy mol kationt 1 mol hidrogénklorid regenerál. Vagyis hidrogénkloridból is 16,991 ezred molra van szükség. Ezt a mennyiséget ismét szorozzuk a hidrogénklorid moláris tömegével, így végeredményül körülbelül 62 század kilogrammot kapunk. Újfent 40 százalék felesleggel számolva a szükséges hidrogénklorid tömege 0,868 ezred kilogramm. Most számoljuk ki a regeneráláshoz szükséges 10%-os hidrogénklorid oldat térfogatát. Először a fent kiszámolt 40%-kal növelt tömeget osztjuk 0,1-jel, így 8,68 kg-ot kapunk, majd ezt az értéket osztjuk a 10%-os hidrogénklorid sűrűségével, így a végeredmény az 8,27 köbdeciméter lesz. Végezetül számoljuk ki, hogy hány köbdeciméter 36%-os hidrogénkloridra van szükség a regeneráló oldat elkészítéséhez. A korábbi számítási módot követve, azt kapjuk, hogy 36%-os hidrogénkloridból 2,4 köbdeciméterre van szükség. Ezzel végére értünk az ioncsere példafeladat megoldásának.